Mai videóban másfél órát adtam magamnak arra, hogy minél nagyobb rangba jussak a season részlet után erelbe. Elsősorban a champ lett volna a cél, de ami megláttam, én MMA-ról kezdtem, egyből diára váltottam ezt. Ha esetleg ez nem sikerülne, bele kell ugrassak a kocsimmal az árokba. Na de elég a pofából, pörögjön a gomb! Good luck, have fun. Easy? Fölötte? Né. Tényleg bemelegítés nélkül játszok. Lustak a bemelegítés. Fel a falra. Előle. Betomra? Nem, szar vagyok, ki új esekem. Hát látszik, hogy nem melegítettem be, de amint ez eljött, szétszedtem mindenkit igélem. Ez egy gól. Easy. Előle. Bang! Oh! Jó kis bang volt. Nem! De bazd meg! Ne bambulgass meg! Menj a faszomba! Na, hát ez gól. Né. Oh, nice shot! De né, már! Easy. Né! Na jó! Feladhatnám úgy. Szép shot! Na hát, amilyen nehézkesen indult ez a game, olyan egyszerű is volt véget vetni neki. De van, megmarad ez a momentum? Na, Fletcher! 16-os pingje van! Jó lesz megnyerni ezt a meccset. Oké. Tökéletes bánc. Hát egyelőre nem úgy tűnik. Na de ezt figyeljétek. Ez az. Jó, az kellett volna még itt rám pépészre. Au! Hagyjál már! Hagyjál már! Easy? Azt a ku... Jó, mi van a szerverekkel? Oh, thanks. Masti! Ki balra? Hol volt? Mit csinál? Ki en... Be? 50? Oh, nice 50. Ez az. Mi van? Hát ez a meccs se volt sokkal nehezebb, mint az előző. Na majd a következő talán. Főleg, hogyha megnézitek, hogy ki ellen játszottam. Johnny Seals. Mi van ezzel a játékkal? Lehet, hogy el kellett volna olvasni, hogy mi az új update. Lehet, megváltoztatták a játékot, akkor nem akarok játszani. Oh, hello! Nem tudom ledunkolni mi. Na hát ez egy fokkal kiegyenlítettebb meccs. De mondjuk ahhoz képest, hogy ki is az ellenfelem, elég jól védekezett. Az mondjuk elég érdekes hajítópá... Mi a faszom? Ez hogy lehet úgy elmisszelni? De... Mi ez a szar missz? Azt a picsa. Eltolt a 50-vel. Van ilyen. Ezt megváljuk egy kicsit. Aj, mi a faszom? Nem is húztam a joint hátra. Hiba után hiba, csiga után meg biga, de már alig van 2 perc hátra a meccsből. Misszelte a boostot és a labdát is. Ezt tedd meg akkor. Afk. De bassz meg... Nagy nehezen lőttem egy gólt, erre kaptam megint egyet. Próbáltam kidemózni az elemit, hát ha legalább valamit ki tudok kraftolni a dologból, annak meg ez lett a vége. Takarodj! Érdekes gól. Pszű, úgyis mondhatom. Azta! Ugye basz egy olyan volt. Mi a fa... Innen. Ez meg mi ez a csirke foci? Mi a fa... Ez a meccs! Előle? Jó, megvan. Hát, azt kiemítem, hogy ezt meg fogom nyerni. Azok után a laggok, meg a halálok után, amiket átéltünk. Ezt a meccset is sikeresen megnyertem, és ezzel az újult lendülettel haladtam tovább a következő meccsre. Na, készó. Ja, csak lőjem be. Köszi. Azt meg hagyja! Megvan! Hát ez egyből 3-0, de ahogy ezután ellazultam, az a lóriási hibát követtem el. Azon áttépéztem. Ha! Mit csináltam? 2 ilyen shit gól után egy picit össze tudtam magam szedni, de aztán oda-vissza pörögtek a gólok, amíg el nem értünk az overtime-ig. Gól. Arrébb teleportáltam Eldriből közben. Te hogy kerültél ide? 4 gól ide, 4 gól oda, itt az overtime. Nem is mondok semmit, nézzétek, hogy mi történt. Ez megvan, nem. Hülye spirál chips bejön a kickoffra, ez passz nekem.
Thank you! Újabb meccs, újabb win. De a következő meccsben nem csak az ellenfelem ellen kellett küzdenem, hanem nézzétek, hogy milyen pingem volt. A kérdés, hogy vajon felül tudok-e kerekedni ezeken. Na, krematórium. Szarba a pingem innekem. Ritka pillanatok egyike. Jó. Bepánikoltam. Thanks, jó van. Anyádat, kus. Tokarodj, tokarodj. Na jó van. Anyádat. Mi a fa... Ne! Mi ez a csávó? Én megyek neki, az felborít. Azt a kurva. Ez tényleg szép volt. Jól meg lettem etetve, sőt a lag is szörnyű volt, de mindennek ellenére nem adtam fel. Meg is lett az eredménye. Bump? Nem kellett bump, jó. Nem bírtál felrepülni, te szargolyó! Eszted meg, krematórium. Fuck you. Igen. Bazd meg, a bumpos, laggos kikoffot már. Faszom. Nagy nehezen sikerült is fordítanom, aztán természetesen elbíztam magam, aminek ez lett az eredmény. Persze, hogy ide spónol! Egyből tudjon jönni, érte? Nincs busztja. Ó, na oké. Kárpátalja egyből vissza is vette a vezetést, de volt hátra még 2 perc a meccsből, természetesen nem adtam fel. Ó, oh. Érdekes. Nem, amúgy nagyon agresszív, de nagyon béna. Előle. Jó kis előle lettem, hogy ez is jó szar. Nem, ezen az emberen nem tudok játszani. Ez nem gól. Most ezzel mit csináljak? Geci, gondolj, hogy ezt fél egész pályáról eltűzi a ficakba. Átlag gólt rajta! De bazd meg! Átlag gólt! Másnap van, játszottunk egy pár 2v2-t, csak hogy így ráhangolódjuk egy picit a dologra. Folytassuk, még van bőven idő. Na, leves! Gyere bazd meg! Baj lehet még. Flippy set, jó, bocsi, köszi a fasz. Fake. Ó, milyen kanalantyú. Itt hagyjuk az urat dolgozni. Ó, bazd meg! Ha? Fék. Ó, szép, bazd meg. Jó, leves le fog szopatni. Jó, fölöttem. Hú, bazd meg. Húsleves elég gyorsan megmutatta, hogy kivel is van dolgom, de 4 perc van még hátra a meccsből. Ez 3 esélyes. Fék challenge. Ez az, na. Shiftik. Jó. Koncentrálós fejem, majd kinyitva maradt a szám. Előle. Jó. Nem fogok nagyon beszélni ezen a meccsen, ha bármit ki akarok belőle hozni. Azt a kurva. Visszaálltam a buszot, ő meg breakdance-el. A faszom. Jó. Hát meg nincs itt a 12. Á, esélytelen. Szóval, igen. Le, ez az! Matematika! Még max boostja volt, azt hittem, hogy ezt fel fogja venni. Á, baszki! Fasz! Ó! Oh! Ne, de mi a faszom! Bárhogy is próbálkoztam, mindig csak egyenlíteni tudtam. Sőt, a végén leves megint átvette a vezetést. Lett még egy utolsó esélyem az egyenlítésre. Nézzük, mi lett belőle. Pincs neki. Az jó. Esbe! Esbe! Na, geci! Ne, mi ez? Alá táncol! Bazd meg, mi a fasz? El akartam bengélni, és alá táncolt a gyerek. Na jó van. Na, hát ez nem úgy alakult, ahogy akartam. 4 win után jött 2 lose, de még az idő fele hátra van. Ja. Kick-off gól. Hosszú egy meccs lesz. Ez az. Jó, egyelőre működik a taktik. Körülötte? Fölötte gól! Gól! Hát ez a 2 gól meg is adta az alaphangot a meccsnek, végül 6-3-ra sikerült nyernem. Nézzük inkább a következő meccset, hát az is ilyen egyszerű lesz. 150-es a pingem, megnézhetitek bal felül, EU-s szerveren vagyok, 160-as a pingem. Konkrétan laggolva indultam el a kickoffra.
Az jó? Az jó! Meg kéne próbálni FF-eltetni amúgy, még mielőtt belejön a játékba. Hát sajnos FF nem lett, sőt, el is kezdett ezen, hogy belejönni a játékba. Ezt le, legalább kapura ne tudja tenni, de hát megoldja. Felkúrja a ceilingre. Jó, hát... Ezt nem bírja előni, el kell mennem a boostert. Előtte. Előtte. Hát nem fogom FF-eltetni, ez már biztos. Na jó van. Lovagold meg a labdát, takarodj. Nem, mi a... Nem áll, de geci! Ó, hát nem ez volt a tervezzel, de nincsen boostja szerintem. Ó, de mondjuk, hogyha nem tudom elkaszálni a seggét a ping miatt, akkor kit érdekel, hogy van-e boostja? Hú, bazd meg, azt eltalál. Ha, négyen, bazd! Nagy nehezen próbáltam visszajönni a meccsbe, de amint lőtte meg gólt, az elemi válaszolt fel. Főleg ezzel a szörnyű pinggel, mondjuk is. Nézzük inkább a következő gémet. Volt itt minden. Shit play, jó play, nagy szév, elesés, lag, pofárás és mindaddig, amíg 3-3 nem lett, és végre bekomolyodott a meccs. Azt a... Olyan dolog, hogy ne. Hát a kurva életbe! Én nekem gondolkoztam, hogy majd az lesz a videó vége, hogy meg lesz a csem. Meg lesz a dia? Az a kérdés. Szépen lassan kiderül, hogy meg lesz a dia, ugyanis már csak 20 perc van hátra a timerből. Következő meccsen meg Paukember volt az ellenfelem, aki hát nem volt a legélesebb kés a fiókban. Peter. Peter Park. Az mondjuk érdekes, Tax. Nem volt túl okos tőle. Ez jó. Szerintem ő butább, mint én, amúgy. Nem tudom, arra jöttem le, hogy nem nagyon gondolja átatokat, amiket csinál. Oh! Átlag volt rajta. Vagyó szívem, mint a nap. Elbasztam a kikofomat. Fölötte? Ja. Masti! Így több meccs belefér. Easy V! Meg is van a 10. meccsünk vége. De vajon milyen rangba kerültem? Plot 2 vagyok! Bele kell húzni. Na. Oh, thanks! Nem hittem, hogy megvan még a flippen, poénból nyomtam el. Oh, ez az! Jó ez az! Koncentráltam azért. Na lett himpuk. Hát abban, amit eddig láthatok, lehet, hogy úgy tűnik, hogy szétettem az ellenfel, de nem. 4-4 lett a meccs vége, így hát kezdődött az overtime. Né, de hol az erő? És van boostja. Faszomat! Még egyszer kikapok egy góllal. Meg lesz-e a gold? Az a kérdés a videóban. Ne, ez is jól sikerült. Következő gémben még a pingem is szar volt. Egyszerűen fantasztikus dolgok történnek velem. Ó, most már jó a pingem. Jó, fejezd már be! 160-as a pingem! Fejezd be! A fasz! Innen így eltűzni. Nem jól felvenni a fel. Oh. Tánkára messzi. Oh. Fasz. Hagyja már! Éreztem, hogy túlugrom a labdán. Oh, jó van! Megyek tovább a labdám, azt utólag elrepülök! Oh, thanks! Hát csak ilyenekből vannak góljaim. Az se kapu, és nincs meg a double. Ez az! Jaj, de jó ajándék gólok a pinggel! Körülötte ez az! Júj! Éreztem, hogy ó! El se hiszem, hogy ilyen pinggel sikerült végül nyernem. Főleg, hogy miket volt az enemy. Ettől függetlenül a dia már nem lesz meg, még egyetlen egy szépítő meccs belefér az időbe. Mi a hergolyó? Hova mentem? Hát még ő se hitt el.
Hadd menjek már a kapu fele! A kurva életbe! Szoki! De tényleg? Oké, misszeld! Hát ez hülye! Hát ez 3-0, nem így terveztem a dolgot, de még nincs vége a meccsnek. A nice one! Hagyj nekem lehetőséget. Lici! Ez az! Az még visszapattan. Csak itt van Kozmik János! Kozmik! Kozmik! Szóval Komzsik. Nem! Szóval lejárt az idő. Fantasztikusan végeztünk. Plat 2, de szerintem inkább Div 2, mint Div 3, csak még nem vonta le. De mindegy, hát ez sikerült. Ha elég szarú sikerült. Na hát erről a szépítő meccsről ennyi a véleményem. De az ígéret szép szó, ha betartják, úgy good, menjünk, ugrassunk bele az árokba. Na, itt vagyunk, ott az utca végén van egy árok, az lesz megcélozva. Át kell raknom majd oda a kamerát, és ahogy megyünk, onnantól fogjátok akkor látni.